Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntöm kedves vendégeinket. Egy újabb MUOS szerda este meglehetősen izgalmas témával és nagyon érdekes vendégekkel. Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár, politikus, diplomata, volt külügyminiszter. Az Antal kormány külügyminisztere 1990 és 94 között, 98 és 2002 között nagykövet Washingtonban, majd utána 2011 és 14 között norvégiai és izlandi nagykövet. Balázs Péter, diplomata, egyetemi tanár, közgazdász, volt külügyminiszter, Magyarország első Európai Uniós biztosa. Gecse Géza, történész, újságíró, akinek a könyve adja a mai beszélgetés apropóját. Az orosz nagyhatalmi politika 1905-2021. És van egy meglepetés vendégünk, igaz, őt sajnos csak egy bejátszással, videóról tudjuk egy beszédével megidézni, de azt gondolom, hogy igen fontos az, amit úgy 30 évvel ezelőtt elmondott. Antal Józsefet fogják hallani. Van ember, aki azt hiszi, hogy az örök Oroszország lemondott a közép-európai térségben való politikai szerepéről. Mi kívánjuk azt, hogy Ukrajna is független és szabad ország legyen. Mi kívánjuk azt, hogy sikerüljön Oroszországból egy demokratikus, parlamentáris országot csinálni, és nem sorolom fel a többi országot. De ha valaki azt hiszi, hogy az orosz tábornokok, akik a légi deszant hadosztályokat nagyon fontosnak tartják, hogy modernek maradjanak, és jellemzői maradjanak a hadseregnek, és akik visszavonják Oroszországban már tudatosan több év óta a nukleáris haditechnikát, és ennek örülnek a nyugatiak is, mert nem szóródik szét a nukleáris erő, bizonytalanabb kezekben. Nem ok nélkül támogatták Gorbacsovot akkor is, amikor már világos volt, hogy meggyengült a katolása. De aki nem gondolja azt, hogy egy ország, a cári Oroszország, amelyik mindig európai nagyhatalom volt, és amelyiknek a céljaiban mindig ott volt Königsberg, ott volt a 18. században, ott volt Hindenburg idején, a végig Kaliningrád lett. És aki nem gondol arra, hogy a Dardanellák és a földközi tengerre való kijutás mit jelent. És akik nem tudták, nem olvasták, hogy Afganisztán már mikor cél volt, felelőttek. Akkor világos kell, hogy legyen, hogy ebben csak egy epizód volt a bolsevizmus 74 éve, amely hordozta ugyanazokat a célokat. Gromyko, ha volt szabad ideje, mindig Szaszanov cári orosz külügyminiszter iratait olvasta a külügyminisztérium levéltárát. A nagy célok, azok megvoltak. Reméljük, hogy most demokratikus célokkal párosul és sikerül a rekord. De az orosz gondolkodásban a Brest-Litovsz, az ideiglenes feladás, az benne van. És amikor Lenin hatalomra került 17-ben, minek vetett véget? Kérem, a cári Oroszország Szerbiát szövetségesnek tekintette. Támogatta a Cseh-Ujász születést. Pánszlávizmusról leveleznek a múlt század nagyjai. Az egész kelet-közép-európai térség úgy, ahogy volt, a programban volt az, amit később Varsói Paktumnak vagy KDSZ-nek nevezték. És van egy könyvben, Korvin Gyula könyvtárából, ahol az áll benne, hogy mit nyertünk Leninnel, és Kornis mellé írja a 25 évet. Mert ha a cári Oroszország fennmarad,
és az Antant abban a formában győz az első világháborúban, akkor is a cári orosz uralom a Duna-medencében megszületett volna. Éppen ezért egy történeti távokban, és én ezt nem itt mondom el csak, én ezt elmondtam ennél kritikusabb helyeken is a NATO-tól a közös piaci. Igenis, ebben a térségben úgy kell gondolkodni, hogy támogatni gazdaságilag és politikailag ezeket a területeket, és az amerikai jelenlétre szükség van, ezt Moszkvában 90 júniusában mondtam el a Varsói Szerződés utolsó ülésén, szükség van a NATO-ra, minden regionális szervezetre és a biztonságunkra, mert ha erő áll fenn, akkor a kalandorok nem jelentkeznek, és a kalandoroktól a gondolatok távol maradnak. De tudni kell azt, hogy ma a legkisebb hadseregünk nekünk van. És tudni kell azt, hogy mi csak a biztonság politikára és a külpolitikára építhetünk. Nem hobbim a külpolitika, vagy terügyem az. De nem azért csinálom, hanem azért, mert az a külpolitika, amit a kormányunk képvisel, és amire olyan nagy súlyt helyezünk, az jelenti ennek az országnak a biztonságát. És az nem luxus, és nem elhanyagolása a belpolitikának, a gazdaság és szociálpolitikának, mert ezzel a kül- és biztonság politikával lehetünk stabilizálni is, ezzel jön ide a tőke, ettől születik meg a munkaalkalom, ettől marad meg a magyar függetlenség. Ami talán ebből a beszédből a legfontosabb, naiv ember, aki azt hiszi, hogy Oroszország lemondott közép-európai térségben való politikai szerepéről. Egyetértenek ezzel, miniszter úr? Ezzel a beszéddel nem voltam jelen, azt hiszem, hogy ez egy MDF rendezvényen hangozhatott el, de persze ismerem a szöveget, és hát azért nem csak egyszer figyelmeztette a közönségét Antal József fő erre. Egyetértek vele, hát nem is lettem volna miniszter, vagy lemondtam volna, de ha most még egy kicsit hozzáteltek ehhez, ugye Antal József is történész volt, ő hivatásos történész, nem is lett volna rossz történész, hogyha a politika és mondjuk egy átmeneti állapotban a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum nem ragadja el. De ugye a magyar hagyományban, történeti, politikai gondolkodásban legalább 1849 óta jelen van egyfajta nagyon komoly félelem az orosz nagyhatalomtól. Jó, hát ugye Rákóczi Nagy Péterrel is próbálkozott, de ugye a reformkort követő második nemzedéknek ez volt a meghatározó élménye, Andrássy Gyula legnagyobb félelme, és azért folytatott szövetségi politikát, hogy az orosz ne fenyegesse ezt az országot. Úgyhogy nem csak 56 üzeni ezt. De amit valóban ezt a beszédet nem lehetett elég tisztán hallani, de a háttérében az is benne van, hogy az orosz politikának, vagy akkor még szovjet is, majd orosz politikának volt egy olyan korszaka, éppen az Antal kormány és az azt követő Horn kormány időszaka, amikor Oroszországot nem éreztük egy veszélyes ellenfélnek. Antal is csak arra figyelmeztetett, hogy még visszatérhet, a fölébred a medve, kialuszta magát, és akkor jelenthet gondot. Talán ő sem gondolta, hogy ilyen hamar föl fog ébredni a medve, és tehát mi jó viszonyt hoztunk létre Oroszországgal, és ez egy korabeli alaptalan bírálat volt, hogy ideológiai okokból szüntettük meg a Szovjetunióval a kereskedelmet, és hogy valamiféle végörökös fenntartással viseltettünk volna Oroszországgal szemben. Nem, a Jelcin Oroszországgal, hát most volt az évfordulója, hogy Jelcin Budapesten járt, egy nagyon komoly nyilatkozatot is tett, nem csak hogy tízednyány egyezményt írtunk alá, hanem bocsánatot kért az 56-os beavatkozásért. Tehát Jelcin és Kozeljev közügyminiszterrel mi jó viszonyban voltunk és bíztunk bennük, hát aztán a jövő más lett.
Balázs miniszter úr. Gecse Géza könyvének egyik kulcsmondatát, számomra kulcsmondatát szeretném idézni, és azzal kezdeni. Azt írja 19. oldalon, Oroszország 300 éve befolyásolja Magyarország életét. Ez egy nagyon fontos mondat. Ami pozitívum a befolyásból, az az orosz irodalom, az orosz zene, az orosz festészet, de ehhez nem kell elfoglalni Magyarországot. Nem kell vele háborúskodni. Ami negatívum, az 1849, a cári hadsereg. Magyarország a küszöbére érkezett a szuverenitás kivívásának, és kik hiúsították meg, ugye elsősorban az orosz haderő. Ki tudja, mi lett volna enélkül, lehet találgatni. Első világháborúban szemben álltunk egymással, második világháborúban szemben álltunk. Utána ugye elfoglalták az országot, közvetlen benyomásokat szerezhettünk róluk. Magyarország egyik állomása volt annak, a szüleimtől hallottam még ezt, ez akkor vicc volt annak idején, hogy Sztálin két hibát követett el. Az egyik, hogy megmutatta az oroszokat Európának, a másik, hogy megmutatta Európát az oroszoknak. Úgyhogy ennek mi szenvedő alanyai voltunk, és akkor utána jön 56, ami a mi generációnknak már személyes élmény, talán az első politikai élmény, és ez elég szörnyű volt. Úgyhogy ez a befolyás kiterjedt, és egy birodalmi indíték munkál állandóan az orosz expanzió mögött, és vissza-vissza tér. Tehát, hogyha le is hanyatlik átmenetileg, és meg is gyöngül, mint a Szovjetunió szétesése után, nem tudnak szabadulni ettől az expanzív ingertől, és folytatják. Ma megint ennek vagyunk tanúi. Ugye nagyon érdekes volt, amikor a Szovjetunió szétesett, Oroszország megverten hevert a földön, és akkor én az orosz-EU kapcsolatok szempontjából láttam ezt talán legközelebbről, hogy Oroszország gyengébbnek hitte magát, mint amilyen volt. Ugye ez a kiütött bokszolónak az esete. Az EU pedig ettől erősebbnek hitte magát, mint a valóságban. Aztán kiderült, hogy az EU annyira nem erős, és Oroszország annyira nem gyönge. És folytatódott, ugye, és aztán átvezett számomra a könyvnek egyik legélvezetesebb része, ez a birodalmiság, az imperializmus fölötti gondolkodás, és ennek a körüljárása. Hát itt egy igazi imperialista birodalomépítő törekvéssel találjuk szembe magunkat. 30 évvel ezelőtt egy Richard Kapuscinski nevű lengyel újságíró egy évet szánt arra, hogy bejárja a fölbomlott birodalmat. És utána, hát magyarul is megjelent ez a könyv Birodalom címmel, és utána itt Pesten elég sokat beszélgettünk erről a dologról, és őt idézném. Nyilvánvaló, hogy Oroszország, az oroszok nem nyugodtak bele a Szovjetunió bukásába. Oroszországban igen nagy erők léteznek, amelyek azon gondolkodnak, hogyan lehet más név alatt visszaállítani a Szovjetuniót, egy kicsit más formulát használva, némileg más alkotmányt, de a lényeg ugyanaz, hogyan lehet visszaállítani a nagyhatalmi státuszt és erőpozíciót. 30 évvel ezelőtt mondta ezt. Géza, te hogyan látod? Neked amúgy is meglehetősen speciális viszonyod van ehhez a birodalomhoz, hiszen egy olyan birodalmi városban születtél, amelynek már más a neve, és egy olyan országban, amelynek ugyancsak más a neve. Nincs is. Nincs is. Hála Istennek, de mondjuk én ezt a kérdést másként látom, mint Vlagyimirovics Putyin, de hát én nem élem meg a Szovjetunió, nem éltem meg soha a Szovjetunió felbomlását katasztrófaként. Én szerintem egyébként az oroszoknak a döntő többsége is annak idején, amikor a perestrojka elkezdődött, ez egyébként nem egy, hogy mondják ezt, teljesen új jelenség, hiszen második Sándor
uralkodásakor, amikor ugye a krimi háborút elveszítette végül is. 19. század közepéről beszélünk. 1856 gyakorlatilag. Ezután egy olyan periódus következett be az orosz birodalom életében, ami megszülte azt a fogalmat, ami a perestroikának az egyik központi kategóriája volt, és ez a glasnost. Ennek az égett a világon semmiféle köze nincs a proletár internacionalista tradícióhoz. A többinek van, tehát amit használt Gorbacsov, de kétségtelen ez volt az egyik, mondjuk így, hogy legnagyobb hatású hát jelszava ennek az időszaknak, és a legnagyobb vívmánya is, amikor mindenféle ocsmányságot, ami a Szovjetunió életében létezett, azt feltártak, és az emberek elhűlve olvasgatták egyik percről a másikra. Egyébként hozzáteszem, hogy az orosz történelemben nem van egy ilyen 200 éves ciklikusság. Tehát mondjuk volt a Retteget Iván kora utáni zavaros időszak, azt az oroszok szmutának nevezik, akkor volt az 1914-18-as háború, 17-es bolsevik forradalom körüli polgárháború, ami megint eltartott egy jó darabig, tehát mondjuk egy olyan 5 évig és 5-szer annyi áldozata volt, mint a frontnak. Nem is emlékeznek ezért annyira az első világháborúra az oroszok, pedig hát a bolsevikok azért jutottak hatalomra, mert az első világháborúban látták azt, hogy mennyire eredménytelenek a keleti fronton. Tehát hogyha még a monarchia is életképesebbnek bizonyult, mint a cári Oroszország, pedig a cári Oroszország lényegesen nagyobb volt. És a Richard Pipes írja le egyébként ezt a könyvében nagyon hatásosan, hogy olyan 17 vége felé úgy zajlott egyébként az előrenyomulás a keleti fronton, hogyha a monarchia csapatai nem tudták igazából tartani a front szakaszt, akkor szóltak a németeknek, azok odaadobták azokat a csapatokat, amikre szükség volt, szétlőtték az egész helyőrséget, és úgy nyomultak, mint kés a vajba. Arról volt szó, hogy Pétervárat Petrográdnak hívták akkor, mert 1914-ben átkeresztelték a pánszlávizmus szellemébe hirtelen a fővárosnak a nevét. Szlávosították, úgymond, ami ugye egy érdekes, hogy a perestroika idején ugye Szent-Peterburgot szították, tehát németesítették az eredeti, mondjuk így, hogy koncepciónak a megfelelően, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen fricska volt, és jelezte a közhangulatot is egyébként Oroszországban, hogy Szentpétervár, ami ugye magyarul nem jelenik meg, mert ugye magyarul Petrográdot nem nagyon használjuk, Szent-Peterburgot nem használjuk, hanem ugye lefordítottuk igazából magyarra, és ugye Szentpétervárként jelenik meg maga a város. Ez azt akarom mondani, hogy a 90-es évek az én számomra egy szellemi felüdülés volt, tehát maga a Jelcin korszak, én ezt úgy éltem meg. A hiperinflációjával, az orosz szellemi életnek a felpesdülésével, mert hiszen rengeteg, megjelent minden. Tehát az, ami eddig be volt tiltva, az a publikum számára hirtelen hozzáférhető vált az, ami emigrációban, Brazíliában, Svájcban, Nyugat-Európában, bárhol máshogy, ez hozzáférhetővé vált viszonylag hamar. És hozzáteszem, a pánszláv hát, irodalom az egy ilyen 10 éves késéssel, tehát a perestroika idején ez nem jelent meg, és valamikor a 90-es évek második felébe gyűrűztek be ezek a művek. Pánszlávizmussal kapcsolatban, én Lengyelországban éltem 4 évet, és ott például Puskin nem volt egy nagyon népszerű költő. Ennek az az oka, hogy ő írta le, ugye annak idején nem tudom pontosan idézni a dolgot, hogy hát minden szláv folyónak a nagy orosz tengerbe kell folynia, és ott kell egyesülnie. Ezt a lengyelek nem szerették, ezt a versét, ezt a dolgot. És úgy tűnik, hogy Magyarországon ugyan volt egyfajta folyamatos félelem az oroszoktól, másfelől viszont voltak olyan politikusok, akik úgy gondolták, hogy igenis jobb lenne az oroszokkal együttműködve élni. Egy Kossuth Lajos nevű politikust szeretnék említeni, aki 1849 nyarán fontolgatta, hogy felajánlja a magyar koronát az orosz cárnak, hogy így tudjon harcolni az osztrákokkal. Tehát ilyen ambivalens volt mindig a magyar viszony, hiszen voltak Muszka vezetők, akik bevezették az orosz hadsereget Magyarországra. Ez a viszony ez nagyon érdekesen alakult a 20. században is, hiszen ugye elmentek oda
a kommunista pártból, akik el tudtak menni. Volt, aki túlélte, az utána vissza tudott jönni, de nem mindenki érte túl. Tehát a magyar uralkodó osztálynak is, és a magyar értelmiségnek is egy speciális kapcsolata volt, és megkockáztatom azt is, hogy van a mai napig Oroszországgal. Ez ott látszik, ahogy a magyar közvélemény most ehhez az ukrán-orosz háborúhoz, illetve orosz-ukrán háborúhoz viszonyul. Jó, de ehhez kellettek az ukránok is. Tehát mondjuk azt, amit az ukránok az utolsó, mondjuk így, hogy hát 7-8 évben nemzetiségpolitikában művelnek, az azért olyasmi, amit nem kell különösebben elirigyelni senkinek sem. Tehát nyilvánvaló, hogy ez is szerepet játszik ebben az egész ügyben. Az érdekes az, hogy ezt a részét nem is nagyon domborította ki senki, hiszen gyakorlatilag ugye a Kelet-Ukrajnában élő orosz nemzeti közösség nem kért hát rettentő dolgokat, tulajdonképpen nemzetiségi jogoknak, autonómiának a kiszélesítését kérte, és az, hogy az ukránok erre úgy reagáltak, ahogy, az azért sújtotta a kárpátaljai magyarságot is áttételesen. Tehát én szerintem ebben az egész dologban ez is benne van. Ami engem idegesít egyébként néha a magyar sajtóban, meg úgy látom, hogy mondjuk érdemes elmondani, hogy ugye Kárpátalját besorolják egy ilyen elmaradott térség kategóriába. Hát kérem szépen, el kell menni a Kárpátoknak a túloldalára, és azzal kell összehasonlítani a Kárpátalját, mert ahhoz képest Kárpátalja még ma is Amerika. Tehát én nekem a harmadunok a testvérem az ukrán-orosz háború előtt 2 héttel jött át a határon, most valahol Vásárosnamény környékén érdekelnek ilyen albérletben, meg dolgozgatnak, de hát mind a ketten ott lettek volna már a fronton. Az apja is, aki velem egykorú, meg a fia is. Úgyhogy, és hát 200 halottja van gyakorlatilag a kárpátaljai magyarságnak a frontokon. És ennek ellenére van ez a gyalázatos politika, amit művelnek mondjuk, és kicsinyes, tehát ez az, hogy Munkácson a turulszobrot, amit nem is ők hoztak helyre, tehát hogy azt egy éjszak alatt hát eltüntetik és elsüllyesztik. Ez most az oktatás politikáról, ami 5 éve kezdődött. Messzire mentünk az orosz birodalmi dolgokból. Térjünk vissza egy kicsit a pánszlávizmushoz, amely tulajdonképpen nagyban elősegítette az osztrák-magyar monarchia fölbomlását, hiszen ennek alapján vált erőssé a cseh, a szlovák mozgalom, ennek az eredménye a horvát leválás tulajdonképpen. Ellentmondás, hogy a pánszlávizmus szellemében indult a háború a szerbeknek való segítségnyújtása, kihullott Oroszország a nacionalizmus, és a megvalósult Európa, az gyakorlatilag az eredeti, originál Danyilevszkij féle 1869-es koncepciónak megfelelően született meg. Rajta kívülállókok. Én a pánszlávizmussal kapcsolatban egyrészt kiemelném azt, hogy a cári rendszer maga, és a cár az nem volt általában híve, mert bizonyos szempontból túl demokratikusnak tekintette, hogy a népből ered, és ő pedig sokkal inkább a nagyhatalmi megközelítést, és éppen ilyen alapon Görögország, mint ortodox országát az orosz cárok szempontjából közel, meg hát persze, mint ők a harmadik Rómaként, ugye a nagy cél az volt, hogy Konstantinápolyt orosz birtokba vegyék, és ez juttatja eszembe a pánszlávizmussal korábban kacérkodó, az 1830-as években kacérkodó, majd egy orosz látogatás után azzal élesen szembenálló cseh író Havlicseknek egy nagyon mély mondását, hogy az oroszok szeretik szlávnak mondani azt, ami orosz, azért, hogy azután majd orosz lehessen minden, ami szláv. És hát mindegy, hogy milyen ideológia, sajnos én úgy látom történészként is visszatekintve, hogy látszólag ellentmondó gondolatvilágban, és a cél valahol eredményében ugyanaz volt, és akkor közelebb jutunk a könyv által is tárgyalt témakörhöz, vagy időszakhoz, hogy látszólag Lenin és a korai bolsevikok, azok antinacionalisták voltak, helyette internacionalizmus van, és hát valóban a
korai bolsevikok soraiban és vezetőiben igen sok nem orosz volt, most én nem is az orosz zsidó értelmiségekre gondolok, hanem lettek, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy a 17-18-as időszakban a finnek és úgy váltak függetlenné, hogy volt köztük egy nagyon erős bolsevik irányzat, tehát az egy polgárháború volt. Tehát megint azt mondanánk, hogy hát akkor Lenin megtagadta ezt az imperialista politikát. És valóban, mikor a 1904-5-ös japán háborúban az orosz csapatok vereséget szenvedtek, Lenin ennek tapsolt, hogy a szárizmus ezzel is gyengül. És amikor 1945-ben Orosz-Szovjetunió belépett a japán elleni háborúba, mert ugye addig nagyon ügyesen távol állt tőle, és elfoglalta Port Arthurt, akkor Sztálin, ha jól tudom, napi parancsban üdvözölte, hogy most aztán a hős csapataink elégtételt vettek a 905-ös szégyenért, és visszafoglalták ezt a várost. Tehát ugye. Úgyhogy, és aztán Lenin követően, Sztálin pedig, hát ő pedig egyértelműen az orosz nacionalizmus képviselte, és azt hívta segítségül a rendszere fenntartásához, és az utolsó fázis ugye a második világháború volt, amikor már az ortodox egyházat is, amelyet addig kéméletlenül üldözött, azt is bevonta, hogy a orosz anyácskának ugye meg kell védeni, amit persze érthető, hogy meg akarta védeni. Balázs úr? A pánszlávizmusra mi gyanakodva tekintünk, mert nem vagyunk benne. Nagyon sokan benne vannak a szomszédaink közül, és nagyon kevesen nem esünk bele ebbe a körbe semmilyen tekintetben. Hát ugye ez a szláv nyelvek oldaláról indul, vagy a közösszláv múlt. Ki nincs benne? Románok, magyarok és albánok. És egyébként ez az egész tág környék persze utána szegmentálódik erősen, mert azért a nyugati szlávok, ugye lengyelek, éppen cseh idézetet is hallottunk, hát ők kevésbé fogékonyak erre, bulgárok annál inkább, szerbek nagyon. Úgyhogy ez egy politikai eszköz, politikai üzenet, megint csak Géza könyvéből idézem, hogy a pánszlávizmus volt az első modern külpolitikai irányzat, ugye írod, és ez engem megfogott megint csak, és utána arra épülnek a további külpolitikai stratégiák és rétegek, orosz patriotizmus, internacionalizmussal kombinálva, aztán Putyin nagyhatalmi konszolidációja, de állandóan fölbukkan, persze orosz-centrikus szemlélettel. Tehát ugye egyáltalán a Novorosszija, akkor az orosz-ukrán-belarusz egyesítés gondolata, ruszki mir megint csak erről szól. Úgyhogy veszélyes gondolat, nem akkora a hatóköre, ami ennek talán a kívülállók vélik, de mindenképpen egy jól forgatható eszköz és hatásos, mert az identitás politikának egyik nagyon egyszerű üzenete, és hát a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy Magyarországon is egyszerű identitás politikai üzenetek milyen könnyen találnak meghallgatásra. Igen, a pánszlávizmussal kapcsolatban Géza a könyve arról is ír, hogy ugye az orosz nemzet a birodalmon belül nem alkotott többséget, és ehhez használták föl eszközként a pánszlávizmust már a 19. század második felében a türk eredetű muszlim népekkel szemben. Ha a mostani ukrajnai háborút nézzük, azt láttuk, hogy az első időben főleg ezek a türk eredetű muszlim népek harcoltak a frontvonalban, ugye? Hát nézzük csak a csecseneket és az ő hadurukat, milyen intenzitással vett részt ebben a háborúban. Jó, de előtte 15 éve gyakorlatilag a frontnak a másik oldalán az oroszok ellen harcoltak. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye a pánszlávizmussal kapcsolatosan, ha megnézzük azt, hogy az első világháború meg a második világháború időszakában melyik szláv nemzet hogyan muzsikált, hogyha lehet így fogalmazni, akkor látjuk azt, hogy a horvátok azok ugye a németek oldalán. A bolgárok úgy szintén a németek oldalán, annak ellenére, hogy ugye megkérték a németeket, hogy ne vehessenek részt az oroszok elleni háborúban, mert a nép szimpátiája ezt nem bírná ki. De a szlovákok, Leningrád ostromában van róla filmhíradó egyébként, hogy hogyan vettek részt, és gyakorlatilag ugye nagy lelkesedéssel harcoltak a keleti fronton. Kiket nem említettem még?
Az ukránok az... A lengyelek azok viszont harcoltak. Tehát, ugye a Gergely Jenő tanár úr mondta nekem azt, hogy tulajdonképpen Magyarországnak milyen volt a szerepe a második világháborúban, és azt mondta, hogy hát olyan nagy szerepe nem volt, de hát, hogyha itt átküldtek mondjuk egy vonatszállítmányt az országon keresztül, akkor számíthattak arra, hogy nem fogja senki felrobbantani. Hogyha Lengyelországon keresztül küldtek át egy vonatszállítmányt, akkor ott nagy valószínűséggel felrobbantották valahol. Tehát azt akarom mondani, hogy a második világháború alatt ugyan használta 1941 nyarától kezdve a szovjet vezetés a moszkvai szláv bizottságot arra, hogy, és ebben már benne voltak az ukránok, benne voltak a beloruszok, benne voltak a lengyelek is. És ugye demokratikus pánszlávizmusnak nevezték ezt a kategóriát, de hát a vég az lett, hogy ugye 1948-tól kezdődően gyakorlatilag egy konfliktus alakult ki Titóval, amely ugye ennek a zászlós hajója volt ennek a 46 decemberi pánszláv kongresszus, ezt Belgrádban tartották Tito és Sztálinnak az arcképe alatt. Tehát azt kell látni, hogy ugye Jugoszlávia az ugye két világháború között végig szovjetellenes, ugye egy darabig nagyon jól megy, ugye Gyilasz leírja, Milovan Gyilasz leírja azt, hogy miként alakultak a viszonyok a szovjet vezetéssel a világháború alatt, de azt is ugye, hogy Belgrádnak a bevételénél, ugye nekik ott csipkedniük kellett magukat, mert konfliktus zóna alakult ki a két, mondjuk így, hogy hadsereg között, és amit a szovjetek műveltek egyébként Magyarországon, azt művelték odakint is. Tehát amikor ezt a jegyzéket arról, hogy hány nőt erőszakoltak meg, abból mennyien haltak meg, elvitték Moszkvába, akkor Sztálin valósággal megsértődött tőle. Tehát, de ez úgy hozzátartozott az egész történethez. Azt akarom mondani, hogy a pánszlávizmus, hogyha konkrétan megjelenik a területen, az oroszok szempontjából akkor működőképes, hogyha az nekik használ. És az összes többieket utána letolják a szintről. Tehát a bolgároknak is, beszéltem velük, voltam kint történész konferencián, ez a fő problémájuk velük. Egy kicsit a mostani állapotokról beszéljünk. Ugye, amióta Putyin hatalomra került, ez bő 20 évről beszélünk, azóta egy igen erős, speciális kapcsolat alakult ki az orosz ortodox egyház és az állam között. Sőt, odáig megyek el, hogy 10 évvel ezelőtt egy talk show-ban még az Antal kormány egykori nemzetbiztonsági tanácsadója mondta azt, hogy és hát a fatimai jóslat titkos része az tulajdonképpen Putyinról szól. Putyinról szól, és ő lesz az, aki újra egyesíti a kereszténységet. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de azt gondolom, hogy a KGB nagyon jól dolgozik, hogyha ezt az eszmét ilyen ügyesen ültette el. És ha megnézzük azt, hogy az elmúlt 20 évben azokkal az álhírekkel, azokkal a hamis információkkal, azokkal a hálózatokkal, amelyeket fölépítettek, és amelyeket újra működésbe hoztak, hogyan szerzett befolyást, és hogyan keltett zavart Oroszország, akkor egészen elképesztő eredményeket látunk, nagyon olcsón és nagyon hatékonyan. Mert hiszen mondjuk a leningrádi Prigozsin féle trollgyárat, azt lehetett működtetni havi félmillió dollárból. Na de mennyibe kerül egy repülőgép? Tehát, és mennyivel hatékonyabb volt ez az internetes álhírgyár, mint hogyha egy repülőgép ledob egy bombát, vagy kilő egy rakétát. Erről mit gondolnak az urak? Melyik részére gondolsz? Tehát, hogy mikortól kezdve érvényesült ez a fajta? Igen, és hogy vajon hogyan fejlesztették föl ezt a dolgot, ezt a kvázi hadviselést. Tehát azt kell látni, ezt a könyvben leírom egyébként, hogy a 2000-es évektől, 1999-től kezdve, amikor már megbízott, hát vezető lett Putyin őszén, ugye, és a csecsen háborúnak a letörésével kezdte összefogta az erőminisztériumokat, és akkor ugye azt a kifejezést használta, hogy úgy fogjuk őket, le fogjuk őket húzni, mint a WC-n. Tehát ez a... Őtől leidéztem, tehát nem én találtam ki. És hát ugye az, ami utána történt, az gyakorlatilag ezek a robbantások, máig nincsen meg igazán az, hogy ki csinálta ezeket. Tehát a dezinformáció az már ott kezdődött. Egy-kettő. Érdekes mondani, a 2000-es években
Na, a Putyin tulajdonképpen azt a, mondjuk így, hogy olaj dollárokból befolyt, igen, hát magas összeget, amit az orosz államnak sikerült végre begyűjteni, azt nem a katonaságnak a fejlesztésére fordította. Tehát a katonaság ugyanolyan gyalázatos állapotban maradt, mint amilyenben volt. 2009-re jutunk el oda, hogy olyan 15-20%-os az átfegyverzettsége az orosz hadseregnek, a NATO-é körülbelül olyan 67-72 közötti. És a grúziai háború jelent ebben egy nagy, mondjuk így, hogy határvonalat. A 2007-es, mondjuk így, hogy németországi beszéde Putyinnak, ahol tulajdonképpen ilyen kvázi imperialista húrokat ütött meg, azok tulajdonképpen folytatás nélkül maradtak részben azért is, mert Grúzia és Ukrajna, mondjuk így, hogy csatlakozási kérelmét nem fogadta olyan nagy lelkesedés az amerikaiak részéről. Már tettekre fordítható lelkesedés. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen sikerült az oroszoknak ezt megakadályozni, hogy mondjuk ez a két állam ez közeledjen a NATO és az európai intézmények fölé. Na most a grúziai háború lesz az a határvonal, amikor túl az oroszok egy erőteljes hadseregfejlesztésbe fognak. Ez 10 évig tart. Hogyha tavaly decemberben a Sojgunak a beszédét megfigyeljük, akkor elérték azt az átfegyverzettséget, amit annak idején sérelmeztek. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt a Henry Kissinger írta le, hogy a potenciál meg az elképzelések között akkor van igazából hát harmónia, hogyha a potenciál az elképzelésekkel összhangban van. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az orosz hadsereg, az gyakorlatilag egy kvázi profi hadsereg, mert az egyharmada az ugyan sorozott, de azok, akik Ukrajnába bevetésre kerültek, azok mindenképpen aláírtak egy papírt arról, hogy tovább szolgálnak. És az egyéves, mondjuk így, hogy kiképzettségük az megvolt. Rengeteg altiszti állást létesítettek a katonai reform során. A katonaságnak az anyagi helyzetét rendbe tették, ami körülbelül háromszoros fizetésemelést jelentett. A zsoldosok azok ilyen 1 millió 100 000, 1 millió 200 000 forintot keresnek az orosz hadseregben, ami elképesztő. Tehát ahhoz képest, amilyenek az oroszországi állapotok. Tehát egy Dagesztán... De ez nem látszik a hadsereg teljesítményén. Az, hogy te mit hallgatsz a hírekbe, az egy dolog. Nézd meg, hogy mennyi orosz harcol, mennyi ukrán a szemben. Tehát, hogy körülbelül a frontvonalakon mennyi, nincs meg a háromszoros túlerő ahhoz, hogy ők ott is eredményeket érnek el. Tehát gyakorlatilag Ukrajnának egy nagyon jelentős részét megszállva tartják annak ellenére, hogy egyrészt ugye az ukránoknál is tart 2014 óta a hadseregfejlesztés, és jó minőségű, de hát másfajta, mint amit megszoktunk. És annak ellenére, hogy az ukránoknál ugye gyakorlatilag általános hadkötelezettség van, tehát 1 millió embert minden további nélkül be tudnának állítani, hogyha ki tudnák őket képezni. Tehát ahhoz képest az oroszoknak jó a teljesítménye, most az, hogy a tartalékosokat behívták, hát ugye a tartalékosokat azokat azért fel kell készíteni egy olyan szintre, hogyha kiviszik őket a frontra, akkor ne lőjék őket halomra, ne gyilkolják le. Igen, kicsit letértünk a kérdésről már, hogy az ortodoxia és az orosz propaganda ügye. De mielőtt ezzel kapcsolatosan néhány mondatot mondanék, ugye sajátos helyzetben vagyunk Putyinnak köszönhetően, február 24-ének köszönhetően. Van, aki azt gondolná, hogy ugye megjelent szeptemberben ez a könyv, hogy hát milyen ügyes ez a Gecse Géza, hogy az agresszióra rögtön elkezd dolgozni, és előjön egy könyvvel, még fél év sem telt le, ami ennek a könyvnek biztos, hogy az érdeklődés iránta sokkal nagyobb az agresszió következtében. Vagy egy másik azt gondolhatta, hogy hát Gecse Gézának már vannak munkái, amik érintik ezt a témakört, hát kicsit leporolta, és na most, hát én mint ugye egyik lektora a könyvnek mondhatom, hogy a könyv már elég régen készen volt ahhoz képest, hogy Putyin megindította a csapatait, viszont ő kétségkívül, hogy használ a könyvnek, remélem, hogy használ a népszerűségének, és nem csak a népszerűségének, hanem a témának, az orosz nagyhatalom témájának jobban megismerés szerintem a magyar társadalomnak, pláne részben az orosz propaganda, meg hát akár a magyar kormány álláspontja alapján nagy szüksége van arra, hogy illúziómentesen
reális képe legyen az orosz helyzetről. A könyv persze nem ezzel a céllal, hanem egy történeti munka. Na most, ami az ortodoxiát illeti, hát itt is azt látjuk, hogy két véglet között is csapongott mondjuk az orosz vezetés és az ortodoxia viszonya. Pontosabban látszólag van két véglet, mert hát a bolsevik forradalom után hát valóban egészen kíméletlen üldözés szenvedett, és mártírok sokaságát adta a hitnek, a kereszténységnek. Ugyanakkor nem csak arról van szó, hogy Putyin most pedig hányja magára a keresztet, és csókolgatja, mondom, az ikonokat is, aki pedig hát nem csak neveltetésénél fogva, hátterénél fogva, én biztosra veszem is az, hogy ő nem egy keresztény. Hát egyáltalán, ha keresztény, ezeket a bűnöket, meg ezt a háborút megindítani, az úgymond testvérnemzet ellen, hát ez is. De ugye valóban a cári rendszer és az ortodox egyház valóban a bizánci örökséget folytatva, vagy átvéve, ugye ez egy cezáropápizmus rendszer, ahol az állami hatalom összevonódik az egyházzal, és az egyház tulajdonképpen szolgálja a hatalmat. És tehát akkor ehhez a mintához tulajdonképpen csak visszatért Putyin. És hát a propagandájában pedig, hát úgy tűnik, hogy nagyon sok vonatkozásban rendkívül erős, nyilván sokba is kerül, és mondjuk eredményesnek is mondható ez a propaganda. Hát a Political Capital nevű szervezet nagyon alapos kutatásokban mutatott rá erre, és hát mi mindnyájan a bőrünket érezzük, bőrünkön érezzük ezt, azt is, hogyha azt látjuk, hogy mennyi ember ül föl annak, hogy ezt a háborút tulajdonképpen Amerika provokálta ki, meg hát ukránok legalább annyira bűnösek, hogy hibásak ebben. Hát hogyha ilyen gondolatok keletkezhetnek néhány elszigetelten, de az, hogy ezek léteznek és erősek, abban a orosz propagandának, a Russia Today nyugatra sugárzásának, és hát van egy ugye Magyar Békekör nevű szervezet, amelynek én szoktam kapni a leveleit, és hát hol derülök, hol bosszankodom ezen, hát ez is része nyilván ennek a propagandának, úgyhogy jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy van egy ilyen propaganda, ami teljesen hamis képet igyekszik alakítani a magyar társadalomban is. A pravoszláv egyháza a tradíció része. Nem hagyott olyan mély nyomokat az orosz társadalomban, azt hiszem, mint például Lengyelországban a katolicizmus, hiszen 70 évig erősen vissza volt szorítva, de azért valószínűleg jól esett az embereknek, hogy elődeik, szüleik, nagyszüleik vallásához most már szabad visszatérni. Unokatestvére a nacionalizmus, mind a kettő identitás, politika széles körben forgalmazható, és könnyű megnyerni vele az embereket. Na most, ugye Putyin a szovjet birodalom hanyatlását Drezdában élte át, mint KGB rezidens, két leányát ott nevelte, akik nagyon szépen megtanultak németül, úgyhogy, és ott tanúja volt annak, az NDK összeomlásának is, aztán a német egyesülést értő szemmel kísérhette, és ugye akkor ő még valószínűleg két lábbal a földön járt, és józan volt, még a hatalom nem szigetelte őt el a valóságtól, mint napjainkban, és megértette azt, hogy a Szovjetunió ezt a versenyt elvesztette. Nem győzte egyszerre a fegyverkezési, űrkutatási és az életszínvonalbeli versenyt. Ehhez nem volt elég ereje, tartaléka, technológiája, modern népessége. És valószínűleg akkor keletkezett az a gondolat a fejébe, amihez aztán többen hozzájárultak, ugye később Gerasimov az eszéjével, a hibrid háborúról, hogy ha nem tudok erősebb lenni az ellenfélnél, akkor őt kell gyengítenem. Ez elég kézenfekvő megoldás, tehát fölébe nem fogok kerekedni, mert az amerikai hadipar, szervezettség és a többi, az mindig jóval előttem fog járni, de gyengíteni azt tudom. És hogyan tudom gyengíteni? A legkülönfélébb módokon, ugye a hamis hírekkel, a szélsőjobb
pártok támogatásával. És a szélső ballal is. Mert és az nagyon szélső ballal is, igen. Tehát a szélsőségekkel mondjuk úgy általában. És erre fölépült egy stratégia, és utána ennek szaporodtak az eszközei. Ugye a kis zöld emberkék a Kelet-Ukrajnában és Krimben használt felségjelzés nélküli katonák. Amikor először láttam, akkor még Donetsk-Luhansk környékén ugye az orosz testvéreket segítette meg Oroszország, és akkor még gyakran nézte, akkor még lehetett fogni orosz híradót, és gyakran néztem orosz híradót. És ott volt egy nagyon hosszú teherautó oszlop, csupa egyforma teherautó, és akkor mondták, hogy ez az orosz nép ajándéka, segély. Csak azt tűnt fel, hogy a sofőrök kiálltak, és mindegyik ugyanúgy feszesen állt az autó mellett, mindegyiken teljesen egyforma sort és trikó volt, és valamilyen vezényszóra minden egyszerre fordultak, annyira látszott, hogy ezek katonák. Ugye csak a hülye nem látta, hogy itt ez egy katonai konvoj. Aztán egy francia tévében láttam azt a riportot, egy női riporter elkapott ilyen zöld katonákat valahol Kelet-Ukrajnában, és beszélgetett velük, hogy mit csinálnak, és mondták, hogy ők szabadságon vannak, és önként jöttek ide, és akkor megkérdezte, hogy a tankot máskor is magukkal viszik szabadságra. Hát ez így működik, és egészen a Krimig ez hatásos volt. Tehát a Krim visszafoglalása az egy sikeres művelet. Csak annak az is része volt, hogy egy adott konstellációban történt, és akkor a nyugat semmilyen kockázatot vagy áldozatot nem vállalt azért, hogy bármiféle ellenlépést tegyen. Ugye Biden elnök 7 évvel később jelentette ki, hogy ez a nemzetközi joggal nem összeférhető, amit ott csináltak, de hát ez már kicsit késői reakció. Hát a nemzetközi joggal az sem nagyon összeférhető dolog, amit Szíriában csinált az orosz hadsereg, mert a putyini politikának ez volt a másik igen hatékony fegyvere, a menekült hullámok, amelyeket Észak-Afrikából. Érdekes módon azokból az országokból indultak el a menekültek, ahol a Szovjetunió évtizedeken keresztül kiépítette a bázisait, ugye Szíria, Líbia, Afganisztán, tehát nem lehet nem látni az összefüggést, véletlenek nincsenek. És hát azt se feledjük, hogy a mostani háború speciális katonai művelet hány milliós menekült hullámot indított el Európa irányába. Tehát úgy gondolom, hogy a fake news mellett, a hamis hírek mellett ez egy nagyon fontos, és megint csak cinikusan költséghatékony fegyver. Hát tegyék hozzá azért a szíriai háborúhoz, hogy adóan ugye belpolitikai vonulata is volt a dolognak, hiszen a Kaukázus térségében jelentkező, mondjuk így, hogy... Régi orosz belpolitikai érdekek Szíriában, igen. Hát nem, a csecsenek meg a dagesztániak körében jelentkező tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy fundamentalista iszlám irányzatok ellen segítette az Assad kormányzatot, amelyel egyébként gyümölcsöző együttműködést épített ki még a Szovjetunió és utána Oroszország. A 60-as évek végétől. Igen. De meg kell nézni, egyébként benne van a könyvben, hogy mekkora szerkezetű ennek a, mondjuk így, hogy cserekereskedelemnek az aránya. Tehát ebben voltak mondjuk így, hogy mai orosz anyagi akra váltható érdekek is. Egy ilyen része a dolog. Ehhez képest ugye az Afganisztán, tehát az Iránnal való kapcsolat. Az azért érdekes, mert gyakorlatilag tálib vezetése van az országnak, és csak az az érdekes, hogy ezek jobban utálják az amerikaiakat, mint az oroszokat, egyébként utálják őket is, tehát ők a kisebbik gonosz, a nagyobbik, a fő gonosz az ugye az Amerikai Egyesült Államok, és hát ugye hivatalosan fogadja egyébként pont egy esztendővel ezelőtt a Putyin-féle vezetés azt a afganisztáni, mondjuk így, hogy tálib vezetés, amit egyébként üldöz, tehát hivatalosan, illetve az ellenségének tekinti. És hát az iráni kormányzata meg most alakítja ki az együttműködést. Úgyhogy vannak ebben érdekes hatalompolitikai összefüggések is, de hogyha vissza akarunk térni egy kicsit az ortodoxiára, akkor azt kell látni, hogy nem, tehát ez, az, tehát furcsa módon a sztálini időszak az,
amikor az ortodoxiával az ideális jó viszony kialakul. Ez azzal is magyarázható, hogy nagyon sok ember halt meg a második világháborúban, és a tábornokokat, meg azokat, akik a frontokon meghaltak, el kellett temetni. Az ateizmusnak a tarolása a szovjet-orosz társadalomban elhanyagolható volt. Tehát ekkor még az ortodoxiának a pozíciói jók voltak a társadalomban. Az ortodoxiának a pozíciója a Hruscsov időszakban 1959 után rendültek meg, utána a Brezsnyev korszakban végig, ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy elnyomott egyháznak számított az ortodoxia is, és a peresztrojka idején lélegeztek fel. Már a Jelcin idején is kialakult egy szimbiózis az orosz ortodox egyházzal, és hát, mostanára eljutottunk Putyin idején oda, hogy az orosz, a moszkvai pátriárka megáldotta a fegyvereket az Ukrajnál. Ez egy pofon egyébként a pánszlávizmusnak. Tehát pánszlávok nem lövik egyébként egymást, hívő szlávok nem szívesen lövik egymást. Tehát, hogyha parancsot végre kell hajtani, akkor végrehajtják a parancsot persze, de hát tessék megnézni, 700 ezer ember menekült el a tartalékosok közül külföldre. Tehát ez azért árulkodik valamiről. Most az, hogy 78 ezer ember találtak megint önkéntest, tehát a toborzó körúton, az is egy érdekes, hogy egyáltalán tudtak találni, de hogyha ezt a 300-as keretet éppen fel tudták tölteni, az azért árulkodik arról, hogy a rendszer azért többé-kevésbé még mindig a működő képességének a határán van. És nem tudjuk, hogy ki tart ki jobban, az ukránok a saját általános mozgósításukkal, vagy pedig az oroszok a részleges mozgósításukkal, tehát nem hat a társadalomra. Beszéltem odakinti ismerőseimmel, Szentpéterváron, Moszkvában olyan, mintha béke lenne. Hát most a részleges mozgósítás előtti időszakról beszélek, mert ez azért egy kicsit egy nagy fricska volt azért az orosz társadalom számára. Mi a véleményük az uraknak a magyar kormány elmúlt fél éves politikájáról, arról az álláspontról, amely ezzel a speciális katonai művelettel kapcsolatban kialakult? Igen, hát abból is fakadóan, amit az Antal kormány politikája volt, és nem csak az orosz politikája, és ami ugye mondtam, hogy azért baráti volt, hanem a nyugati orientáció, és ugye a Varsói szerződés felszámolása, a NATO csatlakozásunk előkészítése, szorgalmazása, hát ennek alapján nyilvánvalóan nekem ez a, még a keleti nyitás, ha gazdaságra voltak benne fenntartások, de ha sikerül, akkor semmi baj nem lett volna, sőt, akkor tapsoltam volna. De már mikor az elhangzott, hogy nyugati zászló alatt hajózunk, keleti szél uralkodik, az már azért eléggé zavart engem, és azóta csak egyre rosszabb, napról napra rosszabb, és hát ebben a, kicsit visszatérek arra, amit Géza az elején mondott, hát én az ukránokkal ugye nagyon jó viszonyt hoztunk létre, sokat támadtak is az ukrán-magyar szerződésért, ami egyébként messze menően biztosította a magyar kisebbségnek a politikai jogait. A gazdasági helyzetét nem tudta javatni, mert az egész országban így volt. És mondhatom, az első 10 évben, Ukrajna első 10 évében valóban a magyar lakosság is zászlót használhatott, olyan nyelvtörvény, vagy olyan nemzetiségi törvény született, ami előírja a nemzetiségi területeken a nyelv használatot, úgyhogy magyar iskolák, magyar főiskola. Tehát ez sajnos csak az erősödő, vagy akár megszülető orosznak, vagy ukrán nacionalizmusnak volt az eredménye, ez a nyelvtörvény, az oktatási törvény, tehát a magyar iskoláknak a 10 év fölötti felszámolása. Egyébként magyarként azért hozzátehetem, hogy egy, biztos, hogy nem tudatosan követik ezt, de a magyar oktatáspolitika az első világháború előtt, ha nem is ilyen súlyos módon, és nem ilyen drasztikus módon, de az az illúzió volt itt Magyarországon, hogyha a lakosság felét kitevő nem magyarokat magyar iskolába járatjuk, jól megtanulnak magyarul, akkor ők magyar hazafiak lesznek. Hát aztán 18-ban láttuk, hogy ez hogy működött. Egyszer beszéltem Vranicki kancellárral, aki mesélte, hogy a nagymamája még tudott magyarul énekelni, de nem tudta, hogy mit énekel. Na hát ez igen, igen. Szóval ő...
Tehát ukránok azt gondolják, szerintem ma is, és amikor kezdődött ez az iskola bezárási program és nyelvtanítás, hogy akkor lesznek jó ukrán hazafiak, hogyha megtanulnak ukránul, és hogyha az iskolában csak ukránul lehet beszélni, vagy legfeljebb van egy magyar óra is egy héten, egy-kettő. Úgyhogy ez nyilvánvalóan minden magyar, vagy akár minden tisztességes külföldi megfigyelő csak elítélheti. Viszont itt kapcsolódunk megint a magyar mai külpolitikához, hogy én azt sem tartottam jónak, hogy erre a magyar kormány nem úgy reagált, hogy hát akkor diplomáciai tárgyalásokat kezdünk, nem nyilvánosan. És rámutatunk arra, hogy a magyar-ukrán szerződés explicit kimondta azt, hogy az oktatás minden szintjén biztosítják a magyar nyelvű oktatást. Tehát ez nemzetközi jogilag is egy érvényes szerződésnek a felrúgása. Na most ahelyett, hogy ezzel a vonalon indult volna a kormány, és együttműködve bolgárokkal, románokkal, esetleg még a lengyelekkel is, akiket szintén érint ez a törvény, ehelyett rögtön ugye a legmagasabb szinten, hogy akkor blokkoljuk Ukrajna európai integrációját, NATO integrációját, ez nem blokkolta. Ez csak növeli a magyar ellenességet a kijevi vezetésben. És akkor itt vagyunk, hogy miközben ezt a rossz ukrán nemzetiségi politikát, nyelvpolitikát joggal bíráljuk és elítéljük, de itt külön kell választani, hogy most itt ennél sokkal nagyobb ügyről van szó, arról van szó, hogy nem csak, hogy egy szuverén államot ok nélkül megtámadott egy nagyhatalom, hanem hogy ez a szuverén állam azért a szomszédunk, akikkel nekünk minden szempontból érdekünk, hogy jó viszonyban legyünk, és nem csak a magyar kisebbség miatt, hát egy gazdaságilag nagyon sok lehetőséget kínált, és hogyha jó lenne a viszony Magyarország és ukrán mai kormány között, akkor az remélhetőleg mielőbb meginduló újjáépítésben, hát itt vagyunk a szomszédban, meg aztán ide is jöttek, menekültek, szóval nagyon jó tudnánk startolni gazdaságilag. Úgyhogy ilyen értelemben is, tehát nem csak erkölcsileg az, hogy itt a világ jó része azt mondja, azt hiszem, hogy eléggé joggal, hogy a mai magyar kormány Putyinnak a trójai falova, de még hogyha ez nem is van teljesen így, mert ugye van egy kis lavírozás, de azért az is sokat mutat, hogy a kormány, vagy most a köztársasági elnök, ugye ez valószínűleg egy kis munkamegosztás is, hogy kedvezően nyilatkozik akár ukrán ügyekben. De a kormányhoz húzó média, a kormánymédia, azt pedig messze túltesz a hivatalos magyar politikán, az orosz barátságban és az ukrán ellenségben. Ugye odáig is ment ez, ugye, hogy elterjedik, és a propaganda, orosz propaganda is, hogy elterjedik az, hogy tulajdonképpen Magyarországon 1944-45-ben nem az oroszok garázdálkodtak, vagy akár felszabadítottak, hanem az ukránok. Hát az ukrán ukrán front, második ukrán front, az nem azt jelentett, hogy ukránokból áll. Az ukránok többsége még inkább a vlaszov németekkel harcolt, legalábbis a háború elején mindenképpen. Tehát ez egy, megint egy téveszme, amit sajnos a kormány média erősít a magyar társadalomban, hogy kinek kell drukkolni. Külügyminisztériumból sokszor irigykedve néztünk más minisztériumokra, hogy nekik nem kell naponta állást foglalniuk. Ott ki van adva a kormányprogramba, hogy mi a környezetvédelemben a cél, és akkor azt kell szépen végrehajtani, vagy vízügyekben, vagy egyéb dolgokban. A külügy az egész glóbuszt kell, hogy kezelje, és valami minden nap történik. Valahol kitör egy forradalom, kitör egy háború, egy kormány megbukik, tehát nagyon gyakran kell állást foglalni. És ugye ez kisebb ügyekben, alacsonyabb beosztottak dolga, nagy ügyekben a miniszter dolga. És akkor az ember azt mondja, hogy azért induljunk el mindig a KH-tól, először egy érték alapú állásfoglalást tegyünk. Tehát történik valami, mérjük hozzá a saját értékrendünkhöz, és szögezzünk le néhány elvet. Például Oroszország megtámadja február 24-én Ukrajnát, akkor azt mondjuk, hogy
Ukrajna szuverenitása, területi integritása, nem szégyeli magát egy BT állandótak, hogy ilyen kalandba keveredik, és a többi. Még akkor is, ha ez nem volt teljesen váratlan, mert azért, amikor már felsorakoztak ott a keleti és a határ és a belarusz-ukrán határ mellett, Annalena Baerbock volt, német külügyminiszter volt akkor Moszkvába. És ott a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ne haragudjanak, de ennyi katonát nem lehet nem fenyegetésként felfogni. Tehát már láttuk, hogy mi fog történni. Hát én azt mondom, hogy bármi történt a külpolitikában, akkor a kormány nevében javasoltunk egy értékalapú állásfoglalást először. És rögtön utána és mellette persze ott az érdek és kérdés, hogy mennyire van magyar érdek, mert vannak távoli események, ahol semmilyen magyar érdek nem forog kockán, ott maradnak a tiszta értékek. Ukrajnában nagyon fontos magyar érdekek vannak, ugye gazdaságiak is vannak, energiaellátási csatornák, és ott van a magyar kisebbség Kárpátalján. Tehát akkor ott ezzel is valamit kell kezdeni. Egy lábjegyzet, nekem is kijutott bőven a magyar kisebbségek ügyéből. Az egyik volt, hogy leállították Ukrajnában a felső tagozatos magyar nyelvű tankönyvek nyomtatását 2009-ben. Megkezdődik a tanév, és nincsenek, nem jön ki a nyomdából felső tagozatos tankönyv magyarul. Ilyen Magyarországon is előfordul. No, igen. Na most... Hát akkor rögtön lóra ültem, mentem Kijevbe. Petro Poroshenko későbbi elnök volt akkor a külügyminiszter, akkor még egy nagyon vidám ember volt, mert nemrég hagyta el a csokoládégyárát, és próbálkozott a politikában, és viszonylag barátságos hangnemet sikerült kialakítani. Mi előtte már Brüsszelben egyszer-kétszer találkoztunk, ilyen külügyminiszterek, és akkor ők már ott egyengedték az utat. Én készültem egy olyan érvanyaggal is, hogy majd mi a románokkal meg a lengyelekkel összefogunk, és együtt, és három EU tag, és ezt velünk nem lehet megcsinálni, hogyha tényleg az EU felé orientálódnak. És akkor Poroshenko egy ilyen második leülésnél azt mondta, hogy ne szövetkezzetek ti a többiekkel, oly piciny az a magyar kisebbség. Szabad szemmel nem látszik. Megoldjuk külön. És megoldottuk, és jöttek a tankönyvek. Tehát okosba úgy, hogy azt mondja, hogy ne... Tehát én értettem, hogy ne bőszítsük fel a románokat meg a lengyeleket, nekünk megcsinálják, nem a legszebb megoldás, de hasznos. Úgyhogy ez megvolt. De párhuzamosan nekem ott volt a szlovák nyelvtörvény szigorítása, ahol durvábbak voltak a dolgok, mert akkor írtak elő egy csomó dolgot, hogy a Dunaszerdahelyi postán két postás kislány egymással nem beszélhet magyarul, hanem szlovákul kell mondani, hogy ad ide a radírt, vagy hogyha a néni felszáll az autóbuszra, akkor szlovákul kell jegyet vennie, meg hasonló dolgok. Hát aztán ez el is kopott persze a maga módján, és tudtuk, és éreztük, és láttuk, hogy az elég sok új állam, amelyek ugye a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia szétesésével 24 állam. 24 állam keletkezett. És ezeknek egy jó része először kapott állami foglalatot. Történelemben először, vagy nagyon régen volt ilyen. Baltiak. Hát persze, hogy akkor föltör egy nacionalizmus, hogy végre a mi zászlónkat lengetjük, nem a szovjet vagy a jugoszláv zászlót. Előjön a bosszú a korábbi uralkodó nemzettel szemben, hogy most az oroszok tanuljanak meg észtül, ha belegebednek is, nem könnyű dolog, ugye egy szláv anyanyelvűnek az észtet megtanulni, ugyanolyan, mint a magyart, úgyhogy, vagy a lettet, és ezek mellesleg a Poroshenkoval még arról is beszéltünk, és ebben még a budapesti ukrán nagykövet is segített nekünk, hogy egy magyar gyerek nem tanul olyan könnyen ukránul, mint egy orosz vagy egy lengyel, akinek egy fél lépés az a másik szláv nyelv, egy másik világ számunkra. Nos, tehát Ukrajnával kapcsolatban
azért egy állásfoglalás Ukrajna oldalán támogatása a nyugati orientációjuknak, ami miatt tulajdonképpen a Majdanon kitört ugye a nagy konfliktus, és azt mondani közben csöndesebben és két oldalon, hogy viszont nagyon kérjük, hogy ebben a helyzetben ne sanyargassák a magyarokat, kérünk megértést, és amilyen lesz a adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten, és bízzanak bennünk, mert mi a nyugati család része vagyunk, és sokat tudunk tenni értük. Még vissza a birodalomhoz. Oroszországot úgy lehetett tekinteni, és egy 100 évvel ezelőtt egy orosz történész úgy is tekintett rá, hogy az orosz birodalom története a gyarmatosítás története, és hogy Oroszország, illetve a Szovjetunió, hát tulajdonképpen a világ legnagyobb gyarmatbirodalma volt. És ez bomlott föl 1990-91-ben. És most, a mostani akcióra akár úgy is lehetne tekinteni, mint az egykori gyarmat terület visszaszerzésére, vagyis minthogyha mondjuk Anglia megtámadna Kanadát, mert hogy ott sokan beszélnek angolul, és vissza szeretnék kapni azt a területet. Mit gondolnak erről? Nekem az Iljin jut eszembe, a Putyinak az egyik kedvence. Ha jól tudom, akkor svájci emigrációban halt meg, és ugye azokkal mondják ránk azt, hogy imperialisták vagyunk. Hát azt mondja, 22.000 négyzetkilométer nem pottyan le csak úgy az égből, és utána mondja azt, hogy hát természetes, és azt hiszem, hogy valami belorusz hát háttere volt a fazonnak, és ennek ellenére ilyen szintiszta orosz nacionalista politikát képviselt egyébként a Putyin a Gyenyiként, meg a Kolcsakot is ugye eljár, és ha jól tudom, akkor megkoszorúzza a sírjukat. Ugyanúgy a Szolzsenyicinét is, és a Szolzsenyicinnek is. És ugye pedig Dzerzsinszki szobrát is visszatetette. Hát, igen. tehát a vicc egyébként az egész történetben az az, hogy tulajdonképpen az ukránokkal kapcsolatos álláspontban a szovjet ideológiának és a régi századelei orosz fekete százas ideológiának egy ilyen érdekes keveréke van. Azért kitolásnak kell, hogy most itt ezt a fekete százas ideológiát mondom, mert ezt a kutya nem tudja, hogy ez mit jelentett annak idején Oroszországban. Tehát azt kell tudni, hogy Alfred Rosenberg, aki egyébként egy tallinni srác volt, ahogy az egyik észtországi ismerős, mondja, észtől is megtanult, ugye ott nőtt föl, Moszkvába járt egyetemre. Tehát profi módon megtanult hát oroszul is, és a fekete százasoktól gyűjtötte be azt annak az antiszemita ideológiának egy nagyon jelentős részét, amely főként azon a területen hát volt igazán népszerű, amit Novorossziának hívnak. Hát ez csak úgy mondom, hogy a kelet-ukrán meg a dél-ukrán területe. Mint ahogy a Cion bölcseinek jegyzőkönyvét, amit egyébként az egykori cári titkosszolgálat állított össze és hamisított, Hitler beemeltette a német iskolák, a náci iskolák tananyagába annak idején. Hát és a keleti területeknek volt a Rosenberg egyébként a Nürnbergben elítették és kivégezték persze, de hát ott mondjuk igazából nem volt kegyelem. Csak azt akarom mondani, van az úgynevezett nemzeti szocialista ideológiának egy ilyen direkt orosz szála is. Na most amikor, de a másik szála az viszont ugye a szovjet időszaknak az oroszosító politikája, ami a Brezsnyev időszaktól kezdődően van. Tehát azt kell látni, hogy addig sok nemzetiségű volt a szovjet elit, és onnantól kezdve direktben oroszosodott, hogyha egy-két ukrán előfordult, még a beloruszok és az ukránok irányában volt egy ilyen bizonyos fokú tolerancia, de egyébként a köztársaságoknál, hogyha a köztársaságnak az első embere kvázi mondjuk ottani volt, a helyettes az biztos, hogy orosz volt. És mindig az orosz volt az, aki igazából megmondta, hogy mi fog ott történni. Tehát ez a fajta oroszosító politika, ez gyakorlatilag az 1960-as évektől a perestrojkáig következetesen érvényesül, és rendkívül hatékony, és az ukránoknál olyan eredménnyel járt, hogy a Kijev lakosságának, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 64-67%-a volt ukrán, de volt, hogyha minden igaz, a 70-es évek második felben 4 olyan iskola, ahol ukránul tanítottak, az összes többi orosz volt. Ez azt jelenti, hogy 10 évvel ezelőttig Kijevnek a nagyobbik része az oroszul beszélt. A különböző
divatlapok, napilapok, internetes orgánumok, azok orosz nyelvűek voltak. Tehát, hogyha valaki tájékozódni akart arról, hogy mi történik Ukrajnában, akkor oroszul tudott igazán tájékozódni. Az országnak a nagyobbik része jobban beszélt oroszul, mint ukránul. Probléma volt Kárpátalján, hogy nem tudták ukrán nyelvű tankönyvekkel ellátni az iskolákat, nem voltak ukrán tanáraik, mert nem tudott senki ukránul, nem tudta az irodalmi ukrán nyelvet, gond volt vele. Tehát innentől kezdve ez a fajta, mondjuk így, hogy újfajta trend, ami egy olyan 10 éve érvényesül Ukrajnában, ez olyan szempontból új, hogy valóban az orosznak a pozíció vesztését jelenti, hiszen szláv népességről van szó, és ugye ezt az oroszok meg tudják oldani ezeken a keleti területeken, meg ahol éppen most vannak, hogy azt mondják, hogy hát kérem szépen, nálunk ukránul folyik az oktatás, közben oroszul folyik. Te, és bocsánat, a jelentéseket leadják egyébként. Csak egy dolgot, hogy gondoljunk bele abba, hogy mióta kötelező a magyar nyelv, mióta hivatalos a magyar nyelv Magyarországon. 1844 óta. Tehát az ukránok bizonyos szempontból most egy hasonló fázisban vannak, és egy hasonló problémával küzdenek, mint a reformkori Magyarország. Elég nagy a differencia, hogy ez a 160-170 esztendő, de ha egy kicsi empátiával gondolkodunk, akkor ezt is meg lehet érteni, vagy bele lehet gondolni. Hát, de te megrával került, mert nagyon jó viszonyban voltam a ukrán nagykövet asszonynal, akit aztán haza hívtak nem régen. Tudjuk, hogy miért? Hát azt nem, azt talán te tudod, én nem tudom. Nem, azért kérdezem. Hát régóta volt itt, ugye, azért igen. De, szóval amikor azért haragudott meg rám, vagy sértődött meg, mert pont ezt mondtam is, hogy tanulhatnának a magyaroktól, mert ez nem fog sikerülni. Tehát nem, attól még nem lesznek ukránok, hogy megtanítják. Hát persze az más kérdés, hogy nagyon helyes lenne egy decentralizáltabb Ukrajna, amely a nem orosz nyelvűeknek is megfelelő nyelvi, vagy akár területi autonómiát ad. Ennek más azért a világ ma már, mint volt annak idején jó 150 évvel ezelőtt, vagy még annál is korábban némileg, tehát elvárható lenne az, hogy ők ne piszkálják igazából a helyi saját állampolgárokat, akik mondjuk más anyanyelvűek, őslakosnak tekinthetők ezen a területen. Egyébként az ukrán helyzettel kapcsolatos nekem az a fő gondom, hogy ugye van, nem van, hanem 30 évvel ezelőtt a lengyelek végeztek erre vonatkozó kutatásokat, mert őket jobban érdekelt a terület, mint bennünket, magyarokat. És azt hiszem, hogy ilyen 5 millió. Hát 5 millió olyan ukrán találtak Ukrajna területén, akiknek az anyanyelvük az orosz, a tudatuk az viszont ukrán. Van a szurzsik, ami Ukrajnának a 15%, ez egy ilyen kevert orosz-ukrán nyelv. Ezen beszél Ukrajna lakosságának a 15%-a. És vannak az etnikai oroszok, ugye a két szakadár köztársaságban, ugye ott az az érdekes, most megnéztem ezt a videót, amit keringetnek ezzel a magyar volt rendőrrel, aki elment oda Zsoldosnak. Nagyon érdekes volt, ezt önöknek is javaslom. Tehát oly mértékben kiélezett a helyzet, és jól érzik magukat ebben a konfrontációban, ott tulajdonképpen orosz. Az egyik szakadár köztársaságban de facto orosz többség van, tehát mit tudom, 67%, és akkor maradék ukrán. A másikban megfordított az arány. Na de oroszul beszélnek. De a tudatukat tekintve meg nem van, aki nem orosz közülük. Tehát innentől kezdve válik igazán problémássá a dolog, mert vannak, ugye Írországban úgy beszélik az angolt, hogy ők nem gondolják magukat angoloknak. Ugye? Tehát van ilyen réteg Ukrajnában is. Tehát innentől kezdve sokkal, de sokkal összetettebb Ukrajnának a, mondjuk így, hogy képe, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát bonyolultabb a helyzet, mint nálunk adnak idején volt, mert nálunk, hogyha valaki magyar, Székelyföld, Matyó, Szöget környéki, Szombathely környéki, ha egyszer magyar, akkor magyar, kész. Magyarul beszél, az azt jelenti, hogy magyar. Igen, itt de, meg nem ez a helyzet. Igen, de hát ha mondjuk előveszünk egy olyan kötelező iskolai olvasmányt, mint például a Szent Péter esernyője, a kislányommal olvasgattuk, most azért hozom ezt fel példának, akkor azt láthatjuk, hogy ott bizony hátótól beszélnek, ugye, gyakorlatilag, és nem is nagyon értik a magyart. Ez ugye a 19. század vége, 19. század második fele. Tehát
nem akarnék belemenni abba a problémakörbe, amit a Magyarország nemzetiségek ügye, és az, hogy tulajdonképpen az utolsó népszámlálásnál már ki volt a többségben, a nemzetiségek voltak többségben, ugye az osztrák-magyar monarchia területén a magyar ellenmel szemben. Hát nem, nem. A Horvátország nélküli területen 1910-ben 54% volt a magyar, és Horvátországra együtt pedig 50,5. Tehát ez nem lényeges. Ha már most magamhoz ragadtam, bár azt hiszem, hogy Péternek is van. Bocsánat, akkor rosszul emlékeztem az adatra. Igen, még csak a gyarmat kérdéshez, ugye. Oroszország olyan értelemben és egyértelműen gyarmatosító volt, hogy Szibériát és egyáltalán az egész terjeszkedése. Hát a Krimben is korábban tatárok voltak, azelőtt görögök, meg stb. És tehát akkor a Mariupolban még most is voltak görögök. Még most is volt, igen. És hát tulajdonképpen nem csak Szibériában, északi részén, hanem Európa északi részén is finnugorok voltak. Olyan maradékaik vannak, mint ugye a számik Norvégiában és Svédországban. Az oroszok szépen lenyelték, és a magyarral ugye leginkább rokon Hanti és Mancsi, ez most elhalóban van, eltűnőben van. Tehát egyrészt van egy ilyen orosz sikeres gyarmatosítás, lenyelni, eloroszosítani a jó ideje Oroszországhoz tartott területeket. A másik ugye, ami másik világháború után történt, és ugye nálunk ezt a szóhasználat ismeretlen volt, vagy tilos volt, de hát a külvilág, a nyugati világ orosz birodalomról beszélt, és vagy rab nemzetekről, úgyhogy az is egyfajta gyarmatosítás volt. És az utolsó megjegyzésem viszont egy kis személyes élményem. Ugye 1991. december végén, 21 vagy 28-án oszlott föl hivatalosan a Szovjetunió. De ugye volt a három szláv nagyálló, Oroszország, Ukrajna és Belarus elnöktek a 91. decemberi találkozója, és ennek következtében, mikor 90. december 6-án a három szerződés megkötésére elutaztunk Moszkvába, hogy szovjet szerződést kötni, orosz szerződést, Kozirjev, a külügyminiszterkő, én nagyon jó viszonyban voltam, elmondta nekem, hogy hát erre készülnek, és felbomlik a Szovjetunió, de a cél az, hogy a brit történelmet utánozva kicsit, egy nemzetközösség, így mondta, hogy Commonwealth jöjjön létre, megtartva a közös gazdaságot, esetleg a közös pénzt. Tehát valóban, ahogy a brit birodalom egy birodalomból független államokká, dominiumokká fejlődött, de ma is létezik, mint Commonwealth, úgyhogy ez egy program volt, ami aztán hát persze nem működött. A fák az, ma már nem is használjuk ezt a fák független államok közössége nevet. 1994. decemberében írták alá itt Budapesten azt a megállapodást, amely garantálta Ukrajna határait cserébe azért, hogy átadják az atomfegyvereket Oroszországnak. Ez a garancia úgy tűnik, hogy nem nagyon működött. Még én folytatnám egy rövid kommentárral. Ugye a birodalomtól indultunk el, az volt a kérdés, hogy birodalom. Hát Oroszország klasszikus birodalom. Én nagyon élveztem egyébként a könyvben a ezzel kapcsolatos okfejtéseket, mert van egy központja, erővel terjeszkedik, területi alapon próbálkozik mindig tovább menni, és amikor nem területi eszközöket próbál, ugye ezt most a legújabb időkben, 2014-ben volt az Eurázsiai Gazdasági Unió, hát az nagyon érdekesen, meglepően hasonlít az európai integrációnak a szerkezetére és intézményeire, csak nekik nem áll jól. Mert ahhoz demokrácia kellene, egyenlőség kellene, szabad kereskedelem, és van néhány olyan kellék, ami Nyugat-Európában természetes, de orosz dominancia mellett nem lehet megvalósítani, és egyébként nincs benne a kulturális hagyományokba. Úgyhogy, és akkor ezért, vagy ezzel kapcsolatban egyesek, köztük a jelenlegi magyar kormány is megpróbálják az Európai Uniót úgy beállítani, mintha az is egy birodalom lenne. És ez nagyon nem stimmel. Tudnilik, nincs igazi hatalmi központja, mert a hatalmi központja az tulajdonképpen a nagy tagállamok
pillanatnyi vezetése, akik éppen ott kormányoznak, az aktuális német, francia, korábban angol, ugye olasz, esetleg holland kormány, és valahogy mögötte az intézmények vezetői, de azokat már a tagállamok teszik oda. A tagállamok közötti alkunak az eredménye, hogyha enyém a bizottsági elnök, akkor tied a központi bank elnöke, akkor te megkapod vigaszágon az Európai Bíróságot, a parlamenti elnökséget, stb. Tehát az már a tagállamok műve. Tulajdonképpen az erős és gazdag befizető tagállamoknak a klubja. Azonos, hogy ez a Kissinger kérdése, hogy adjátok ide az EU telefonszámát. Nincs egy telefonszám. Hát most már van külügyminiszter. Hat. Hol? Hát Borrellnek. Ja, Istenem. Ugye ez vicc, hát a... Én éppen miniszter voltam, amikor a Catherine Ashton lett a külügyi főképviselő. Egy dolog miatt fölélegeztünk, hogy végre valaki normálisan beszél angolul. Mert előtte a Solanával mindig szenvedtünk az ő spanyol akcentusával, az egy fájdalom. Catherine az igazi, szép angolt beszélte, meghallgatta, életében nem volt diplomata. Franciák manipulálták a háttérből, olyan valaki kell, aki semmihez nem ért, és nem fog a nyakunkra ülni. És két ilyen súgóval közlekedett mindig, két szakértő, és a külügyminiszteri gárda nem volt rossz, tehát azért a túlnyomó része értett ahhoz, amit csináltunk, és az összefoglaló szövege annyi volt, hogy thank you, it was very useful for me. Ennyi. Úgyhogy, és akkor akik utána, ugye Federica Mogherini az egy olasz manőver eredménye, kutató volt, nagyon talpra esett menyecske, de ő se volt soha diplomata. Borrellt régóta ismerjük, ő neki a tudása megvan, csak a súlya nincs, és nem is akarja magát nagyon megperzselni ebben a munkában. Úgyhogy, na most az EU nem birodalom. Az EU-nak nincs hadserege. A NATO-tól. És lehet? Nem lehet. A normális, az észszerű munkamegosztás az lenne, hogy a NATO működik. Nem kell megkettőzni. A dánok nagyon józanul gondolkodnak. Ott is voltam nagykövet, illetve ott voltam először nagykövet, és rengeteget tanultam tőlük, ez a kemény paraszti józanság, és kérdeztem őket, hogy miért nem vagytok benne, az EU akkor próbálkozott ilyen közös védelmi dolgokkal, és azt mondták, hogy mi parasztok vagyunk, vasárnap csak egy templomba megyünk el, imádkozni kettőben nincs időnk, és akkor most az EU-ba is járjunk katonáskodni, meg a NATO-ba, és elég a NATO. Az pont jó. És ugye az EU-nál van egy döntő érv a birodalmi gyanúsítások ellen, a birodalom elfoglalja a területeket. Az EU-ba dörömbölnek az ajtón is, be akarnak lépni. Hát ettől nem birodalom. Birodalmisággal kapcsolatosan a Söfrin Györgyöt szeretném idézni, aki Balázs Péterrel együtt volt a vendégünk, ebbe a kötetbe benne van. Eszenszki Gézával is volt ugye Erdélyről egy beszélgetésünk 2004-2003 tájékán. Úgyhogy ez is megvásárolható, meg ez a kötet is megvásárolható. A ez Söfrin volt a reklámhelye? Igen. Söfrin György azt mondta, hogy ugye az oroszoknál egy olyan birodalom van, ez egy kicsit korábban volt 2010-ben, amit nem szokás, nem illik birodalomnak nevezni, de mindenki annak gondolja. És mindenki tisztában van ezzel az elitből. Tehát ez akkor még, amikor nem voltak meg a képességek, már akkor is így volt. És még egy másik nagyon érdekes dolog, ezt az Andrzej Nováktól loptam, mert ugye neki volt egy könyv bemutató, hogy 3 héttel ezelőtt, itt Budapesten lefordították néhány tanulmányát magyarra, és megjelentették itt is. Ő hívta fel arra a figyelmet, hogy az orosz eliten belül FSB-ből, a KGB-ből jött a kádereknek a 35-40%-a, ez sehol nincs így. Másutt a világon, hogy mondjuk a biztonsági szolgálat produkálja azokat, akik az országot vezetik. És még egy valami, amire én a könyvben kitértem, hogy nincsen birodalomtól független orosz nemzeti eszme, tehát az összes többi európai nemzetnél, akiket mi ismerünk, ott van
birodalomtól független nemzeti eszme. A magyar is ilyen. Tehát színeződött birodalmi elemekkel a dualizmus idején, de van magyar nemzeti eszme, aminek többfajta megnyilvánulása van, lehet rajta vitatkozni, de létezik. Az oroszoknál nem tudunk ilyenről. Tehát most akármilyen a Duginra is hivatkozom, előveszem. Dugint nem tartom egyébként egy akkora nagy elmének, mert mondjuk felfedezte a geopolitikai gondolkodókat, akik ugye 100 éve vetették papírra ezeket a, mondjuk így, hogy forradalminak számító gondolatokat, amiket ugye az első világháborúból, meg a második világháborúból tulajdonképpen megpróbáltak készpénzre váltani, de nem sikerült, mindig elbuktak vele. De oroszoknál nincs ilyen. Tehát az, aki nemzetben gondolkodik, az birodalomban gondolkodik. És ez egy tragédia valahol, tehát ebből a perestroika időszaka, a jelcini korszak egy kitérő, egy fellélegzés, nagyon sok értéke van ennek, nagyon sok írójuk jelent meg, kiválóak, tehát egy Szorokin vagy egy Jerofejev, hogyha említek, ezek közül ugye a Szorokin az ugye részben Berlinben, ilyen részben Moszkvában, most szerintem Berlinben, a Jerofejev meg, hogyha jól tudom, akkor Hamburgban van. A 92-ben a Svájcban mutatott be Adam Michnik, az akkori szentpétervári polgármesternek, akkor talán még Leningrád volt, Szobcsák volt akkor, és lelkesedett, hogy milyen fantasztikusak ezek az oroszok, nézd meg, és meg fogják változtatni az eddigi történetet. Nem fordítottam nagy figyelmet a mellette levő úrra, a nemzetközi tanácsadójára, egy Putyin nevű úr volt, de nem, akkor föltűnt a folyosón Henry Kissinger, és akkor érdekesebbnek bizonyult, tehát hibát követtem el. Kapuscinszkit idézném ugyanebből az évből. Most 1992-ben, ha Oroszországot nézzük, az uralkodó politikai erőket szemléljük, akkor ezek túlságosan el vannak foglalva magukkal, saját belső ügyeikkel, konfliktusaikkal ahhoz, hogy a nemzetközi politikában bármilyen expanzív elképzeléssel lépjenek fel. De a soha se szabad elfelejteni, hogy ez olyan hatalom, amely nem mondott le a birodalmi elképzeléseiről. Oroszország, mint állam mindig arra törekedett, hogy növelje területét, növelje birtokait. Ez volt ennek az államnak a lényege, ezt az államot így építették fel. Azt hiszem, hogy egy pontos leírása a dolgoknak. Nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy eljöttek. Nagyon szépen köszönöm, igazán izgalmas, érdekfeszítő volt. Köszönöm maguknak is.